Ma esti témánk a férfi bajok GNM szemmel. Vajon milyen férfi bajokról van szó? A beharangozóban többféle problémát megemlítettünk, arról beszéltünk, hogy lesz szó benne a prostatarákról, a hererákról, mindenféle férfi nemi szervet érintő programokról, merevedési gondokról, hormonhiányról, impotenciáról. Vajon mi köze van ennek a nagy tünetegyüttesnek a valósághoz? Hogy mi okozza ezeket a problémákat? Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érintő és érdeklő téma, hiszen mindannyiunknak van legalább egy szeretett férfi ismerősünk, ha a férjünkre, fiainkra, édesapáinkra gondolunk, nagyszüleinkre például, akkor biztosan másképp fogjuk értelmezni ezeket a tüneteket, és remélhetőleg megértéssel és a gyermekgyógytudomány ismeretével ezeket a konfliktusokat fel is fogjuk tudni oldani. Tehát a ma esti témánk a férfi bajok. GNM szemmel fogadják nagy szeretettel kedvenc előadómat, dr. Budai László Károlyt, szabad foglalkozású orvos természetgyógyászként és életmód tanácsadó terapeutaként, valamint gyermekgyógytudomány terapeutaként fog a férfi problémákról, férfi bajokról beszélni, hogy mit is jelent mindez a gyermekgyógytudomány szemszögéből. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm Rékának a bevezetőt, és tényleg megható, hogy Írországtól, Izraelig, Máltától, Dániáig és Franciaországtól egészen Sydneyig van hallgatósága Kedive konferencián. Hogy ne feledkezzük meg a felvidéki és erdélyi, valamint és, magyarországi és minden, ezt akartam belelátsz a fejemben, mert épp ezzel akartam bezárni, hogy és természetesen a Kárpát-medencén belül minden országból jelen vagyunk, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a bajoknak a feltárása legalább olyan fontos, mint a női biológiai programoknak az idegi és hormonális ismerete. És rá meg fogjuk látni, hogy megint a teremtőnek mekkora fantasztikus intelligenciája volt azzal kapcsolatban, hogy a férfiak és a nőknek a hormonális irányítása milyen nagyban hasonlít egymáshoz. És mégis van egy picike hely, ahol az egyikből ez lesz, a másikból az lesz, de nem akarok elébe szaradni a dolgoknak, mert nem csak anatómia, élettan és patológia lesz az egésznek a lényege, hanem az, hogy megértsük először is, hogy mi a probléma, mondjam azt, hogy szöveti szinten, és mik azok, amik a viselkedés változásoknak az alapját képezik, amikor is hát egy férfi nem úgy működik, hogy egy férfinek működnie kéne. Mindezt a germán gyógytudomány ismereteivel fogjuk megérteni, és ez a nagyszerű ebben a germán gyógytudományban, hogy mindarra, amire eddig különösebben választ nem kaptunk, a konkrét válaszokat kapunk a kérdésekre. Ugye Rike Gerd Hámert a hallgatóságnak már nem kell különösebben bemutatnom, azt a fantasztikus orvost, teológust, fizikust, feltalálót, akinek köszönhetjük ezeknek a biológiai törvényeknek a leírását. Igen, az ő nagy tragédiája volt az, ami őt egy másfajta gondolkodásra vezette, hiszen azon gondolkodott el, hogy a fia halála elvesztése után kialakult heredaganatának kell legyen valami köze a fia elvesztéséhez, hisz addig ő teljesen egészséges volt. És onkológiai klinikán dolgozva több mint 200 beteget végigkérdezett egy más szempontból, és kiderült, hogy mind a 200 daganatos betegnek volt a daganat kialakulását megelőzően egy nagyon, nagyon durva, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatása, ami váratlanul meglepetésszerűen érkezett, és benne ragadt a konfliktusba. Ezekről a betegek nem tudnak beszélni, magányosan élik meg, és hogy ezek a tényezők jelen vannak, akkor már a DHS kritériumairól beszélünk, amit ugye fiáról, Dirk Hammerről nevezett el, ugyanis ugye Dirk Hammer a 19 éves fia halt meg Hammer doktor karjai között, 1978. december 7-én.
Nos, a megrázkódtatásnak a következménye az, hogy az agy közvetítésével elindul egy szervi elváltozás. Tehát nincs szervi elváltozás lelki érzelmi megrázkódtatás nélkül. Erre az érzelmi megrázkódtatásra kapunk egy biológiai választ. És azért, hogy védettek legyünk legközelebb is ilyen körülmények hatására, kialakulnak a sinek. Ezek nem bosszantásunkra alakulnak ki, hanem rögzülnek azok a körülmények, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak, és ha nem oldjuk föl érzelmileg mindazt, amit érzelmileg indítottunk el, nos, akkor már konfliktus nélkül is elindul az értelmes biológiai különprogram. Az EBK rövidítése ezt jelenti, mert minden csak egy külön program, különben nem indul el, ha mi nem ragadunk benne a konfliktusban, egy biológiai válaszról van szó, és értelmes, mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Összefoglalva tehát, ha be tudnánk azt tartani, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, akkor meg se tudnánk betegedni, hiszen bármilyen váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás ért minket a mai nap, de lefekszünk nyugodtan, megbocsátással, elengedjük azt, amit nem tudunk megoldani, akkor azt jelenti, hogy nem lesz egy súlyos szervi válasz mindarra, amit nem oldottunk fel. Ne feledjük el, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között, ezért mindazok a történetek, amelyeket már 15 éve nem tudtunk feloldani, azok most is meg fognak minket betegíteni, mert a biológiánk mindig a pillanatban él, mindig a pillanatra reagál, és ezért lesz az, hogy a régi fel nem oldott történetek újra meg újra elindítanak bennünk egy újabb programot. Ezért kell érzelmileg feloldani mindent, és akkor a sínek eltűnnek. Hogyha pedig tanulunk is valamit a történetből, ugye, és feleslegessé tudjuk tenni a konfliktusoknak a hatását ránk, mert konfliktusok, ugye, Erika, ezut is fognak minket érni. Hát igen, pont erre szeretnék valakitől garanciát kapni, hogy innentől kezdve körülbelül a következő 80-100 évig igen, senki nem él meg semmilyen konfliktust. A legnagyobb, legrosszabb dolog, ami történhet, ha hogy letörik a körme. Ha erre egy garanciát Erika, valaki tudna vállalni, ezt nagyon megköszönném. Persze, hogy érnek bennünket konfliktusok. És ez a sorsszerű folyamata is az életnek, hogy nem minden megy egyszerre, azonnal és simán és gördülékenyen. Itt megint van egy nagyon érdekes dolog, Karesz. Megnéztük, hogy drámai hirtelen események, súlyos érzelmi konfliktusok bárkivel, bármikor történhetnek. Így van. Viszont azt is látom, hogy van két másik kritérium, ami, hát hogy is mondjam, talán megváltoztatható, ha egy kicsit tudatosabban állunk a történethez. Például, hogy magányosan éljük meg. Na, hát, ez az, ami rajtunk múlik, ugye? Igen, igen. Most ez a magányosan élem meg, ez nem azt jelenti, hogy nem volt ott senki, mert lehet 200 ember körülöttem, ha senkinek nem tudom elmondani, hogy mit érzek. Hát igen. Vagy senkivel nem merem megosztani, mert ez rám vetve, vagy rám nézve olyan igen, információkat, olyan sebezhetőséget tár fel a külvilág felé, amitől én tartok. Például én még nem hallottam nőt, sem férfit arról beszélni, hogy mennyire rosszul érezte magát egy nem sikerült szexuális aktus során. Tehát nem ezzel megyünk be hétfőn a munkahelyről, hogy képzeljétek el, hogy hogy jártam tegnap. Összejöttem egy gyönyörű nővel, és nem működött semmi. Hát ezzel nem fognak valószínűleg dicsekedni. De az, hogy benne maradunk a konfliktusban, az igenis rajtunk múlik, hogy mennyi ideig van ez ránk hatással. Ez az. Az, hogy valamiről nem beszélünk, vagy próbáljuk elterelni a gondolatainkat, nem jelenti azt, hogy ez a tény, ez a dolog meg van oldva. Nem biztos, hogy nem találnánk mindannyian, egy kicsit mélyebben megvizsgálnánk az érzelmeinket, nem találnánk mindannyian ilyen el nem ásott csatabárdokat, és a szőnyeg alatt is nem találnánk egy-két olyan dolgot, amit szépen elrejtünk a tudatos gondolkodásunk szintere elől.
Vajon, ha magányosan megélt helyzetekben tudnánk konkrétan és velősen megfogalmazni, hogy én mit éltem meg akkor, és esetleg ezen könnyebben túl tudnánk lépni, akkor megbetegedhet minket a lesz. Akkor már nem. Akkor már nem. És pontosan az itt a lényeg, hogy az ember egy társas lény, és az egész mai modernnek nevezett társadalom arról szól, hogy mindenki atomizálódjon, maga szingli legyen, egyedül legyen, ne bízzon senkiben, és ne beszéljen meg senkivel semmit. És pont ez kell ahhoz, hogy megbetegedjünk. Tehát ha elkezdenénk a biológiai törvények szerint egy kicsit élni, akkor teljesen másképpen alakulna az egész életünk. De ezek már messzire vívő gondolatok, és én azt hiszem, hogy azért kell ennyit elidőzni az első számú biológiai törvénynél, mert ugye itt kezdődik minden. A többi már csak folytatás. És ha már itt megfogjuk a biológiai programnak az elindulását, akkor meg se betegedhetünk. Ezek szerint minden egyes megbetegedést megelőz egy ilyen DHS? Vagy vannak esetleg kivételek? Természetesen, hogy amint ebből az egészből kiderül, itt azokról a betegségekről van szó, amelyek egy fel nem oldott lelki megrázkódtatás következtében alakulnak ki. Hát vannak fizikai tényezők, ugye balesetek, mérgezések, hiánybetegségek, sugárzások, műhibák, egyebek, amelyek nem tartoznak a germánygyógytudomány tárgykörébe. Ez teljesen természetes abból a meghatározásból, amit már itt az első biológiai természettörvénnyel elmondtuk. Hammer doktor ezt a rák vas törvényének nevezte, mert akkor még nem tudta, hogy még további törvényeket is föl fog fedezni. De a halott fia álmában megjelent neki, és biztatta az apját a kutatásra, hogy jó nyomon halad, és még van mit felfedeznie, tehát továbbra is folytassa a dolgát. Egy másik nagyon lényeges dolog, ugye, mert elmondtam, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom illúzió közt, ezért kell lezárni a múltat, mert az már csak történelem. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. És nem az számít, hogy mi történt, erre minden előadáson ki is térek, nem az számít, hogy mi történt, hanem én abban az esetben mit éltem át. És ezért hangsúlyozom ki, hogy az én megélésem az egyetlen valóság. Tehát itt nem lehet előre legyártott recepteket írni arra, hogy megismerjük, kirúgtak valakit a munkahelyéről, ebből az következik, hogy birtokvesztés konfliktusa volt. Nem következik belőle. Abszolút nem következik belőle, mert megélhet-e önleértékelésként, megélheti úgy, hogy szarul érzem magam tőle, megélheti bosszankodásként, szóval nem az számít, hogy mi történik, hanem mindig az, hogy ki hogyan reagál rá. Tehát az eseményre adott érzelmi válasz befolyásolja azt, hogy milyen szervre, sejtre fog hatni ez a konfliktus, pontosan, hol indul el az értelmes biológiai pontosan, különbség. Pontosan erről van szó. Most a második törvényt nem sokkal az első után Hammer doktor felfedezte, mert ő egy fantasztikusan képzett orvos volt. És tünettamból természetesen, mint belgyógyász, radiológus, szakorvos teljesen ott volt. És ismerte, hogy felismerte, hogy ugye vannak hideg, meg vannak meleg tünetek. Van, amikor Hát vannak, amikor hideg tünetekkel érkezik a beteg, hideg a keze, hideg a lába, van, amikor meg hát lázas, meg gyulladásos tünetei vannak. És hogyha ezeket a dolgokat megfigyeljük a DHS után, hogy hogyan alakulnak ki, akkor kiderül, hogy a DHS után mindig hideg tünetek alakulnak ki. Tehát ez lesz a konfliktus aktív fázis, amikor megtörtént velünk a váratlan esemény, akkor jön az, hogy arra, amit én érzelmileg nem tudok megoldani, arra ad a biológiám már is egy segítséget. Ez egy fantasztikus dolog. A biológiám biológiai szinten ad egy választ, egy segítséget a túlélés érdekében. És ennek tünetei vannak, ugye? Én érzelmileg, ha nem vagyok nyugodt, akkor tudok nyugodtan aludni. Hát hogy nem. Tudnék? Hát felébredek. Hát se tudok aludni. El se tudok aludni, vagy ha felébredek, akkor... Vagy ha elasszom, felébredek, mert mindig a konfliktuson zakatol, zakatol, zakatol a fejem.
azt mondjuk, a mai ember azt mondja, hogy stresszes az élete. És minden stresszes embernek felmegy a vérnyomása. Természetes, hogy felmegy a vérnyomása, mert ez azzal jár, a vérnyomás emelkedése, a pulzusnak az emelkedése, a légzésszám emelkedése, hosszú ideig ezek fennállva, már a stresszhormonok szintjének az emelkedése is arra azt a célt szolgálja, hogy találjunk megoldást arra, ami érzelmileg megoldhatatlan. De biológiai szinten itt már jön a segítség a következő törvényben, ez rögtön ki is fog derülni. Itt most csak a tüneteket próbálom ecsetelni. Tehát az az ember, aki feszült, ideges, jár az agya, pörög az agya egyfolytában, alig tud elaludni, esetleg alkoholt kell igyon, hogy elaludjon, vagy a tévét bámulja, még össze nem esik. Na szóval kérem, ezek az emberek konfliktus aktív szakaszban vannak, mert van egy csomó megoldatlan problémájuk, és van egy csomó feloldatlan érzelmi konfliktusuk, ami nem tudják magukat túltenni. A KM a konfliktus megoldásának a pillanatát jelenti, és természetesen, hogy amikor megtörténik ez az egész, a biológiánk a második szakaszban, a megoldást követő szakaszban helyre teszi mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban elkövetett a túlélésünkért. Itt a tünetekre az jellemző, hogy betegnek érezzük magunkat, pedig éppen már gyógyulunk. Vagyis a piros színnel azért jelöli Hammer doktor az exudatív fázist, mert itt a gyulladás tüneteit fogjuk megtapasztalni. A gyulladás az mindig duzzanattal jár, pirossággal, melegséggel, fájdalommal és működés képesség csökkenésével, ahogy azt már régen középkorban is megfogalmazták, rubor, tumor, kálor, dolor és funkcionalizál. Amik ez a duzzanat nem csak szervi szinten jelenik meg, hanem ne feledjük el, hogy agyi szinten is. Minden lélek, agy, szerv szinten történik. A szerveink az agyi irányítás alatt vannak, és természetesen, ami az agyunkban történik, az fog a szervünkre kivetülni. Tehát a megoldásban nem csak a szervi szinten lesz duzzanat, hanem a fejünkben is, és ez biz a fejfájást fog okozni. Tehát betegnek érezzük magunkat. És jön a legzűrösebb része a gyógyulási fázisnak, a megoldást követő fázisnak, amit itt középen látunk, epileptoid krízisként. Látjuk, hogy megint kék színnel jelölt szakaszról van szó, vagyis megint jönnek erősen, fokozottan a tüneteink, vagyis itt lesz a szívinfarktus, szívmegállás, tüdőembólia, mélyvénás trombózis, itt lesz a vesekük görcsünk, epegörcsünk, bélgörcsünk, nagyon erős nőgyógyászati vérzés, és a többi, és a többi. Tehát ezek nagyon veszélyes tünetek, de ne feledjük, hogy ez a szakasz azért szükséges, mert itt rendeződik az agyrelé, kipréselődik belőle a víz, helyreáll maga a központ, és ugyanakkor kipréselődik a víz az érintett szövetek szintjén is, tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. És jön még egyszer egy nagy zuhanás, megint nagyon gyengének érezzük magunkat, kimerültnek, melegek lesznek megint a végtagjaink, és természetesen, hogy ha nem tudjuk, hogy már csak néhány nap választ el a teljes gyógyulásig, akkor itt újra elkövethetünk olyasmit, amivel elakadhat az egész gyógyulási folyamat. És pont ez lesz az, ami a krónikus betegségeknek a melegágyát képezi. Először is az, ha meg se oldjuk a konfliktust. Ez a herék tekintetében fogjuk látni, hogy ez a három ábra a végén vissza fog térni, hogy mit jelent ez a férfi nemi hormonok, illetve nemi szervek szintjén. Tehát a meg nem oldott konfliktus az egy nagyon komoly következménnyel jár. A policiklikus lefolyás, mondjuk a visszatérő folyamatos prostatagyulladásokat jelenti. A fenti az azt jelenti, hogy a prostata egyre csak nő, csak nő, csak nő. A függő gyógyulásban viszont a gyulladás az egy állandó tünetként jelenik meg, mert amint látjuk, rövid időszakonként sínre kerülünk, és nem tud a gyógyulási szakasz még az epileptoid krízisig sem eljutni. Ez lesz az a krónikus gyulladásnak a sémája. A második természettörvény
után Hammer doktor az embriológiával kezdett foglalkozni, hogy megtalálja mindennek a magyarázatát. Hiszen mindannyian egy megtermékenyített petesejtből alakultunk ki, majd ez a petesejt elkezd osztódni, lesz belőle úgynevezett szedercsíra állapot, és a mély nyálkahártyába való beágyazódás előtt létrejön a három csíralemez, amit itt keresztmetszeti képen Hammer doktor sárga, narancs és piros színekkel jelzett. Tehát ha itt elképzelünk mondjuk három kis tányért egymásra helyezve, és középen átfűrészelve, akkor annak a metszeti képét láthatjuk sárga, narancs és piros színekkel. Természetes, hogy ez az állapot nem egy állandó állapot, ezekből a csíralemezekből fog kialakulni, amint látjuk a nyilakat. Minden szervünk, minden szövetünk, mint ahogy az elültetett magból is kinő, egy növénynek minden része. És látni fogjuk azt is, hogy ezeket a bizonyos szerveket mindig ugyanaz az idegi központ irányítja, vagyis az agyi közvetítéssel mindig ugyanarra a szervre fogunk hatni. És ebből már messze menő következtetések is levonhatók, hiszen az a sejtem, ami a belső csíralemezből sárga színnel jelölve alakult ki, és lett belőle mondjuk bél, tüdő, prostatasejt, vagy éppenséggel a veségyűjtő csatornácskája, ezek a sejtek nem fognak unalmukban elvándorolni, és mondjuk a csontban áttétet képezni, hiszen ez egy biológiai képtelenség, hiszen már kialakult minden szerv, és ezek a sejtek nem vándorolnak. És ha már itt tartunk a prostatánál, ugye a prostatának a sejtjei az belső csíralemezből származnak, és amikor azt mondja az urológus, hogy hát ezt ha megműtjük, akkor ugye nem fog az illető férfi férfiként működni, a félelem miatt beleegyezik a férfi abba, hogy hát a prostatát azt vegyék ki, és utána, ha egy, mondjam azt, hogy egy érett férfiról van szó, és ott van benne még mindig a szexuális vágy, de képtelen rá, ez a súlyos önleértékelés viszont a derekát fogja érinteni, tehát elkezdi a csigolyáját lebontani. Vagyis nem a prostatasejt költözött a 4-es, 5-ös lumbális csigolyába, hanem az már egy másik program, ami egy másik csiralemezből származó szöveten egészen más dolgot fog művelni. Tehát szeretném tisztázni, hogy a metasztázisok vagy áttétek kérdése arra nagyon jó, hogy az ember elveszítse a reményét is a gyógyulásban, de ez egy teljes biológiai képtelenség. A túlélésnek a zálogát a belső csiralemez sejtjei biztosítják számunkra, hiszen a levegő, a víz, a táplálék, a fény, a hang megszerzésében ezek a sejtek segítenek minket, az agytörzs irányítja, és már ezen a szinten is ugye a prostata az, ami a faj fenntartását biztosító része a férfi nemi szaporító szervnek. A középső csíralemez mezoderma sejtjei, azok két idegi központ irányítása alatt állnak, itt látjuk alól a kisagyat, fölötte a narancssárga kifliszerű képződmény, a nagyagynak a fehér állomány része. És a két idegi központ természetesen különböző konfliktusok befogadására készült el, és különböző szerveken fog ez megnyilvánulni. Minden támadással, bemocskoltsággal megélt konfliktusunk, ezek a vélt vagy valós támadások, az irhat és az irha függelékeit fogják érinteni, és ezekben elindítják a sejtszaporulatot. Mivel az irhának az egyik függeléke a verejtékmirigy, az emlőmirigy pedig egy módosult verejtékmirigy, így a gondozási konfliktus, vagyis a túlzásba vitt aggódás az tejtermelő mirigyek túlszaporodásához, vagyis emlődaganathoz fog vezetni. A támadási konfliktusra a burkaink is reagálnak. Ezek a hashártya, a mellhártya és a szívburok, ez is a kisagy irányítása alatt áll. A fehér állomány idegi központjaiba
az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusok fognak becsapódni. Az önleértékelés benne van a kifejezésben, ugye önpusztítást jelent. Vagyis az önleértékelés azt üzeni a biológiám számára, hogy az, ami van, nem jó, azt le kell bontani, mert nem a túlélésemet szolgálja, és építünk helyette erősebbet. Ezért itt mindig először sorvadás indul, és a megoldási szakaszban lesz meg a biológiai értelem, amikor is egy erősebb szövet épül fel, mint amit lebontottunk. Az önleértékelés mindig a mozgással kapcsolatos szöveteinket érinti, tehát a csontot, az ízületet, inakat, a csontokat mozgató izmokat, az izmokat ellátó ereket, osztógyűjtő nyirokért, és a kötőszövet, zsírszövet, ami a plusz energiát tárolja a mozdulathoz. Ezért ábrázolt a Hammer doktor a csontvázat itt a mezoderma szintjén, mert hiszen a legsúlyosabb önleértékelés az a csontunkat fogja érinteni, a legenyhébb önleértékelés természetes a zsírszövetet fogja érinteni. Az ektodermából származó sejtjeinket az agykéreg irányítja. Az ektoderma vagy külső csiralemez sejtjeiből jön létre a bőrünk legkülső része, vagyis az, amit mindenki lát, az, ami elválaszt minket a külvilágtól, és ezért az elválasztási konfliktusok mindig a bőr tetején, felszínén fognak megjelenni. Az elválasztási konfliktusban is először szövetet bontunk, és aztán építünk vissza a megoldásban. Ugyanakkor az agykéreg nem csak a külső bőr sejtjeit bontja és építi, hanem azokat a azokat a nyálkahártya sejteket, amelyek szintén ektodermából származnak, ezért hívjuk őket laphám nyálkahártyáknak. Ezek a nyálkahártya sejtek viszont a belső üregeinket bélelik, illetve mondjam úgy a csöveinket, kezdve az egész keringési rendszer, 40 ezer kilométer csőhálózat, a tüdőbe vezető csőhálózatot, és a többit. Tehát ez azt jelenti, hogy a birtok konfliktusok ezekre a nyálkahártyákra fognak hatni, és ez egy külön téma. Jelzem, a falat, a támadás, az önleértékelés, elválasztás birtok konfliktusokról külön előadásokat tartottunk, akit ezek a konfliktus típusok érdekelnek, illetve a hozzájuk kapcsolódó külön programok, azok ezt is külön meg tudják nézni. Az agykéregből indulnak ki az akaratlagos mozgások, és nyilván minden érzékszervünknek is ide érkezik az ingerülete. Megnézve a Hammeri iránytűt, akkor most már tudjuk, hogy a konfliktus aktív szakaszban vagy szövetet építek, vagy szövetet bontok, vagy működést változtatok. A harmadik törvényben tehát benne van, hogy a három csiralemez alapján dől el, hogy melyik az a három funkció, amit elvégzünk. És ezeket milyen sorrendben természetesen. Mert ha falat konfliktusról vagy támadásról van szó, vagy gondozási konfliktusról, akkor mindig először építjük a sejteket a konfliktus aktív szakaszban, majd gyulladásos tünetek közepette lebontjuk a megoldásban. Ha viszont önleértékelésről, elválasztásról, birtokkonfliktusokról van szó, akkor először mindig bontjuk a szöveteket, majd visszaépítjük azokat a megoldási szakaszban. Ha pedig működést változtattam a konfliktus aktív szakaszban, lefékeztem, visszafogtam valamilyen működést, akkor ez a működés helyre fog állni a megoldási szakaszban. Ez annyira egyszerű és annyira logikus, hogy egyszerűen nem lehet rajta, mondjam azt, hogy hibát találni. Ennyire egyszerű a szervezetünk működése, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És a gyógyulási szakaszban nem vagyunk magányosak, már sejtszinten, természetesen, mert sejtszinten segítenek a bennünk élő mikroorganizmusok, a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok. Ők lesznek azok, akik segítenek a felesleges sejtek lebontásába,
vagy a hiányzó sejtek visszaépítésébe. Nincs most módon belemenni részletesen, hogy mekkora igazság húzódik emögött a negyedik természettörvény mögött, de akit ez érdekel, megnézi az öt biológiai természettörvényt, ott részletesen elmondom. Az ötödik természettörvényt 94-ben fedezte fel Hammer doktor, és mikor ezt is felfedezte, a fia ismét megjelent álmába, és megnyugtatta az apját, hogy most már mindent felfedezett, amit föl kellett fedeznie, megnyugodhat. Tehát 94-ben Hammer doktor meglátja magasabb szintről az összefüggéseket, mert minden, ami bennünk történik, az nem egy értelmetlen dolog, hanem az egy értelmes biológiai különprogram, hiszen mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Amit a DHS az egy sarkalatos pontja az egész biológiai programnak, hiszen amint a DHS megtörtént, már a biológiánk, amint mondtam, segítségünkre jön, és biológiai szinten segít nekünk abban, hogy amit érzelmileg nem tudunk megoldani, azt biológiailag megtámogassa. Nyilvánvaló, hogy a gyógyulási tüneteink annál intenzívebbek lesznek, minél erősebb volt az érzelmi megrázkódtatás, és minél tovább ültünk benne abban a bizonyos konfliktusban, mert nem jelentünk meg a pillanatban, mert nem tudtuk elengedni, mert még mindig az fáj nekünk, hogy. És ez lesz az a probléma, ami tartósan a sejtek szintjén, vagy a működésváltozás szintjén, vagy a viselkedés szintjén változásokat tart fent a szervezetünkben. A férfi nemi szerveknek az anatómiájával kezdjük, mégpedig a gyökerektől kifelé. Ebben a sorrendben fogom elmondani a dolgokat, és utána a működés változások is szóba kerülnek. Ugye azt mindenki tudja, hogy a here az a szervünk, az a nemi mirigyünk, ahol a nemi hormonok, illetve hát a csirasejtekből a spermiumok, az ondósejtek képződnek. Ezek a sejtek a mellékherében, mondjam azt, hogy lesznek turbósítva, és minden eszközzel ellátva, hogy feljussanak az ondóvezetéken, az ondóhólyagba, ami egy kitágult része az ondóvezetéknek, és aztán bekerülnek a prostatába. A prostata váladék adja az egész ejakulátumnak körülbelül 80-90%-át, tehát ez lesz az a közeg, amiben az ondósejtek jól érzik magukat, és gyönyörűen tudnak úszni. Beszélni fogunk a húgycsőnek egy másfajta megközelítéséről, mint ahogy azt a vizelettel kapcsolatos konfliktusokban tapasztaltuk, és természetesen még a fitymáról is ejtünk egy-két szót, mert az is egy nagyon lényeges történet. Utána pedig, mint mondtam, a viselkedés változások kerülnek megbeszélés alá. A herének egy metszeti képét látjuk itten, és kiderült tehát, hogy az endodermális sejtek azok, amelyek az őssejtekből, tehát az őssejtek ide tartoznak, endoderma belső csiralemezből származó sejtek az őssejtek, és ezekből lesznek azok a bizonyos ondósejtek, amelyek az említett úton eljutnak egészen a prostatáig. Nagyon érdekes, hogy a follikulus stimuláló és luteinizáló hormon a férfinál is ugyanúgy megvan, mint a nőknél, és ezek itten a spermiumok előállítását, amit hivatalosan úgy hívunk, hogy spermatogenézis, ezt fogják támogatni. Ugyanakkor a luteinizáló hormon az új mezoderma sejtek szintjén, amit a Leydig sejtek képviselnek, a tesztoszteron termelést fogják befolyásolni. Ennek szerepe van a férfias alkat kialakításában, abban, hogy a herék levándoroljanak még ugye a herezacskóba, és de azt se felejtsük, hogy vannak androgének, ugye a mellékvese kérekben, amelyek szintén a férfias jellegnek a kialakulásában részt vesznek, és a vándorlás során a hasüregből a here, ugye levándorol a herezacskóba, maga előtt tolja a hashártyát, és ez lesz majd a here vízsérnek a
programja, de majd erre megint külön kitérek. A következő képen egy rajzot hoztam, hogy leegyszerűsítsük ennek az egésznek a megértését. Ugye itt látjuk keresztmetszeti képben azt a here csatornácskát, magyarul fogalmazzak, ahol bent vannak az őssejtek SG-vel jelölve, és ott vannak ezek SC-vel jelölve a sertolini sejtek, amelyeknek az a feladatuk, hogy az ivarsejteket táplálják, és ugyanakkor egy nagyon fontos gátat képeznek a teljes keringés és a here őssejtjei között. Mint ahogy van véragygát, van vértesztis gát is, vagyis minden méreganyag azért nem jut el az ősejtekhez, mert védve van mindaz, ami ugye a fajfenntartáshoz szükséges. Az ősejtek, tehát a spermatogóniumok, itt vannak ezek a kicsi kerek sejtek, a zöld szinttel a sertolini sejtek, és ez az egész benne van egy csövecskében, ugye, és ezeket hívják a seminiferus tubulusoknak. Ezekből jutnak ki az ősejtekből kialakult ivarsejtek. Hát itt láthatjuk a különböző fejlődési fokozatokat, primér, szekunder, spermatocita, spermatida, spermatozónok, és az egyes csövek közötti részben, ugye ezt hívjuk intersticiumnak, az intersticiális sejtek, a löbetűvel jelzett Leydig sejtek lesznek itt, amelyre, ugye, amit mondtam, a luteinizáló hormon fog hatni. A luteinizáló hormont a férfiaknál még a ICSH-nak is nevezik, vagyis az intercellulális térben levő sejteknek a stimuláló hormonja, hogy lefordítsam magyarra vagy érthetőben. Amit mondtam, ezek a kialakult spermák a mellékherében várakoznak, ott gyülekeznek, ugye, és itt érnek tovább, és itt fog kifejlődni a mozgékonyságuk. Nagyon lényeges tehát megjegyeznünk, hogy vannak a csövön belül a sertolini sejtek, a sertoli sejtek és a spermatogóniumok, amelyek ugye létrehozzák az ősejtekből az érett ivarsejteket, és a csöveken kívüli részben pedig a Leydig sejtek, amelyek viszont a hormonokat termelik. Egy érdekes dolgot szeretnék megmutatni, itt látjuk szövettani metszetben megint a Leydig sejteket, ehhez hasonlókat már szoktam mutatni, és ugye mondtam, hogy az agyalapi mirigynek a luteinizáló hormonja hat a Leydig sejtekre, de gondolta volna-e valaki, hogy minden a koleszterinből alakul ki? Ugye, és akkor már is el tudjuk képzelni, hogy a koleszterin ellenes terápiának milyen fantasztikus hatása van. A koleszterin a pregnolon keresztül lesz a progeszteron, ez már ugye női nemi hormon. A progeszteronból létrejön az androsztenion és a tesztoszteron, ez már férfi nemi hormon, és ez a folyamat a női petefészekben tovább folytatódik, mert a tesztoszteronból majd létrejön az ösztrogén. Tehát náluk a progeszteron és az ösztrogén így alakul ki, férfiaknál ugye létrejön a tesztoszteron, és ott a folyamat leáll. Nos, láthatjuk, hogy ez nem egy egyszerű folyamat, és bizony ez az egész hormonképzés, ugye, majd látni fogjuk, hogy a nagyagy fehér állományának az irányítása alatt áll. De még mindig az alapoknál vagyunk, ugye a herének az ős sejtjeinél, és természetes, hogy a veszteség konfliktus lesz az, ami a herékre hat, épp úgy, mint a hölgyeknél is, ugye a veszteség konfliktus az, ami elindítja a petefészeknek, illetve fiúknál a heréknek a biológiai programját. Na most az a nagy kérdés, hogy a veszteség konfliktust miként éltük meg. Mert ha a veszteség konfliktus rendben egy súlyos veszteség, mert elvesztette Hammer doktor is a gyermekét, vagy elvesztem a legjobb barátomat, vagy éppenséggel a kedvenc kutyámat, tehát a veszteség konfliktus mindig élőlényre
vonatkozik, akkor a konfliktus aktív szakaszban ezek az őssejtek kezdenek szaporodni, és ezért lesz teratomaszerű sejtburjánzás a herében. Ezért fog a here nagyon hamar megnagyobbodni. Minél hamarabb le kell állítani ezt a folyamatot, mert ugye a megoldásban a gyulladásos folyamatok következtében megtörténik ezeknek a, ennek a növekedésnek ugye először is a leállítása, és utána a feles sejteknek a lebontása. Ezen a képen szintén azt látjuk itt, hogy hogyan lesz az őssejtből, hogyan alakulnak ki osztódással majd a végleges sejtek. Tehát ez egy olyan konfliktus, ami váratlanul, meglepetésszerűen ért minket, de nem keltett bennünk lelkiismeret fordulást, nem volt bennünk semmilyen önleértékelés a vesztességgel kapcsolatban. Mint mondtam, a mellékhere, itt látjuk a képét, az a rész, ahol az ondósejtek érési folyamata befejeződik, itt tárolódnak, és természetes, hogy ennek a programja a here programjával együtt fut, vagyis erre is a vesztegség konfliktus fog hatni. Konfliktus aktív szakaszban itt is sejtszaporulat történik, hogy a megnövekedett ondó sejtszámot be tudja fogadni, tudja érlelni, de a megoldásban a feleslegessé vált sejtek itt is lebomlanak 9 hónappal a vesztesség konfliktus megoldása után. És ez lesz az, amit mellékhere gyulladásnak nevezünk. Tehát a mellékhere gyulladás mindig egy megoldott vesztesség konfliktusnak a kísérő tünete. Itt látjuk a nagyagyfehér állományának a két reléjét, a jobb és baloldali, most férfiról lévén szó, a herének az irányítását. Ez az irányító központ a Leydig sejtekre fog hatni, és ugye a veszteség konfliktusban, amikor önleértékelést is megélek, akkor ez már a tesztoszteronnak a termelésére fog hatni. Konfliktus aktív szakaszban ezek a sejtek sorvadásnak indulnak, pont ennek a központnak a hatására, vagyis azt jelenti, hogy csökkenni fog a férfi nemi hormon szint, természetes ezzel együtt az aktivitás is, és a megoldásban viszont a here megduzzad, tehát itt a here duzzanat a megoldásban jelentkezik, és nem a konfliktus aktív szakaszban. És ez lesz az, ami létre fog hozni egy here cisztát. Ez a here ciszta épp úgy fog indurálódni, megkeményedni, mint a női petefészeknek a cisztája, azzal a különbséggel, hogy ez itt marad a herén. Ugye a női petefészek ciszta az le tud válni a petefészekről, és a hasüregben tud magának egy helyet keresni, ahonnan vérhez jut, és 9 hónapon át termeli az ösztrogént, és ettől lesz nőiesebb az illető. De amikor egy férfi megoldja a veszteség konfliktusát, akkor ő is 9 hónapig férfiasabban fog működni, még akkor is, ha már túl van az andropauzán, vagyis hát ha mondjam azt, hogy hány éves volt az a bácsi, 80? 80 plusz. 80 plusz idős úriemberről van szó, aki hát megoldott egy veszteség konfliktust, amiben ő hibásnak érezte magát, és 9 hónapig hát tökéletesen működött, amint azt a fényképek is igazolták, amelyek készültek egy angliai kiránduláson. Tehát, uraim, nem kell megijedni, mert még 80 fölött is tudunk tökéletesen jól működni, ha megoldjuk a veszteség konfliktusunkat természetesen. Ugyanakkor ne feledjük, hogy ez a két kép itt a jobb oldalon pontosan a here víz sérvnek a kialakulását mutatja, az mindig arról szól, hogy a támadásként megélt konfliktus, tehát támadást értem meg a herém ellen, ez ennek a hashártya résznek a szaporodását, lebontását fogja okozni, és a vízgyűlem marad a herezacskóban. És természetes, hogyha valós támadás érte azt a herét, akkor ott lesz egy kis vízgyűlem, ami természetes az is, hogy el fog múlni. Erre is van történetünk
amikor két kisfiút hoztak nekünk konzultációra, és igen, az a gyerek, akinek a biztonsági öv lába közt leszorította a kis heréjét, annak here vízsérve alakult ki. Apuka azt hitte, hogy örökölte a betegséget a gyermek, mert neki meg rendes lágyéksérve volt. A kettőnek köze nincs egymáshoz a kétféle sérnek. És ez a here vízsér magától megoldódott, csak azzal, hogy lazábra kötötték a gyereket ebben a kantárba, amivel ugye oda feszítik a fiúkat a biztonsági övvel abba a kicsi székbe, és hát egyezzük meg, hogy egy 3 éves gyerek már nem mozdulatlanul ül, azért az szeret mocorogni, és hogyha egyfolytában nyomva, támadva van a heréje, akkor ez ki fog alakulni. Ezt csak azért mondtam, hogy figyelmeztessem az anyukákat, hogy a fiú gyerekeknél erre a nemes részre oda kell figyelni, hogy támadási konfliktus se éljen meg vele, már gyerekként se valaki. Az út tovább ugye a mellékheréből az ondóhólyagba vezet. Itt látjuk az ondóhólyagot a húgyhólyag hátánál. Tehát most hátulról nézzük a húgyhólyagot, itt látjuk két oldalt az ondóhólyagot, ami itt alatta van, az természetesen a prosztata. Nos, az ondóhólyagnál a helyzet a következő. Az ondóhólyagnak a nyálkahártyája ektodermális. Épp úgy, mint a mély száj nyálkahártyája, és a konfliktus, amit megél az illető, hogy nem tudok elegendő ejakulátumot kilövelni. Tehát most hát volt a praxisomban olyan fiatal ember, aki azért érkezett, mert véres volt az ondója. És hát azt hitte, hogy a szexualitásból olimpiát kell rendezni, és természetesen, hogy a véres ondó megjelenik, a konfliktus aktív szakasz van, ha túl erős a nyálkahártya sorvadása, épp úgy, mint ahogy az orvérzés is megjelenhet, egy nagyon erős bűzkonfliktusra, de mindenképpen megjelenik az epileptoid krízisben, amikor is a nyálkahártya visszaépülése megtörténik. Hadd állítsalak meg egy pillanatra. A közelmúltban, amióta tudom, hogy ez lesz a webkonferencia témája, azóta én is készülök. Igen. És az ondó mennyiséggel kapcsolatban van némi információ, mert utána olvastam. Igen. Méghozzá az, hogy gyakorlatilag már 2 milliliter is normálisnak számít, ami egy ilyen sűrűségű gélszerű folyadéknál nagyon picinek tűnik, igen. Ha ezt valaki vizsgálgatja. Kérdés az, hogy milyen szándékkal figyeli, igen, ezt. Tehát, igen, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy ez normál esetben eláthatatlan. Tehát, hogyha hát ha minden a nagykönyv szerint történik, akkor ennek igen a mennyiségét nem ha is nem látjuk. Ha nem coitus interruptus van, tehát ha nincsen félbeszakított közösülés, akkor nem kerül napvilágra, hogy ez mekkora mennyiség. Aztán azt is olvastam, hogy ennek a mennyisége nem csupán a korral, nem csupán a szokásainkkal van összefüggésben. Nyilván a táplálkozás, az étrend, a mozgás, a minden befolyásolja. Tudjuk, hogy Mindennel összefügg. Ez egy nagyon komplex történet, de azt is kimutatták ám ebben a stádiumban, amit én elolvastam, és le is fordítottam angolról ráadásul. Lásd, hogy mivel töltöm az unalmas igen perceimet. Igen. Azt is kimutatták, hogy azon férfiak, akik több mint 7 milliliter ejakulátumot termelnek egy aktus során, azok a férfiasságukban, illetve merevedési problémákkal gyakrabban küzdenek, mint azok, akiknek nincs akkora mennyiségű igen kiválasztott ondójuk. Kompenzáció. Érdekes ez a történet, mert ez a tanulmány felhívta a figyelmet, és hogy lássuk, hogy milyen összefüggéseket igen olvasok én ebből a történetből ki.
A merevedési zavarok lelki hátterét taglalta a cikk, én jókat nevettem rajta, mert vannak benne részigazságunk, de nem a teljes. Nyilván, akinek ilyen problémái vannak, annak lelki eredetű konfliktusai, tehát lelki megélései is vannak egy-egy konfliktussal. Ennek a következménye is az, hogy nem vagyok elég jó férfi. És ez nagyon mély nyomot hagy a férfi lelkében, egyezünk meg. Igen, viszont azok a férfiak, akik nagyon sok 7 milliliter, illetve annál több milliliternyi ondóválladékot löveltek ki, azokat megkérdezték ebben a kutatásban, hogy milyen pontszámot adnának a saját férfiasságuk és teljesítő képességük megítélésére, és nagyon alacsony pontszámot írtak ki. És megkérdezték azt is, hogy miért, és itt van a poén, ha egyáltalán lehet ezt annak nevezni, mert volt többségükben egy olyan késztetés, hogy a pornófilmekhez hasonló mennyiséget próbáljanak produkálni. Igen. Az egyik fiatalember az nagyon erre törekedett, és azért is növelte a spermium termelő ételek fogyasztását, tehát ő próbálta erre egy kicsit rágyúrni, és különböző szereket használt, ugyanis a testépítésben is nagyon divat, hogy hát sajnos ezt mindenféle orvosi javaslat, mindenféle meggondolás nélkül nagyon komoly hormonos dopingszereket használnak, egyértelműen fekete piacról beszerzett termékekről beszélünk, és ugyanilyen spermium szám, tehát ondó termelést fokozó gyógyszereket is szedett. Nem tudjuk a forrását, a cikk ezt nem derítette ki, és nagyon komoly depressziós tüneteket mutatott, azért, mert nem tudta azt a mennyiséget produkálni, mint a filmekben. Itt van a szexiparnak a negatív visszacsapása, mert megint ugye a minőségből átmentünk a mennyiségbe. Igen. Az agráripar is ugyanezzel a problémával küzd, most már van mennyiség, de nincs minőség. Szóval, uraim, nem az a lényeges kérdés, hogy mekkora mennyiség a kilövelt ondó, hanem hogy mennyi a sejtszáma. Mert ugye ez a lényeges, és hogy mi okozza azt, hogy ez az egész ondó váladék mennyiség milyen hány köbcenti lesz, ezt mindjárt elmondom, mert pont a prostata váladék az, ami fokozni fogja a működését, és ezáltal lesz nagyobb a mennyiség. Csak itt még az ondó hólyagnál el szeretném mondani még azt is, hogy az ondó hólyag nyálkahártyája is ugyanúgy együttműködik a szívkoszorúér véna programmal, mint a hölgyeknél a mészáj nyálkahártya program a szívkoszorúér véna programmal. Itt megint jön az, hogy jobbkezes vagy balkezes és hányadik konfliktus, most ebben még nem akarok így részletesen belemenni, csak tudnunk kell, hogy a véresondó megjelenése kapcsolatban lehet tehát azzal is, hogy valakinek egy súlyos birtokvesztés konfliktusa volt és oldódott meg. Az ondó hólyag nyálkahártyájával együtt az ondó hólyag haráncsikolt izomzata is akcióba lép, hogy így mondjam, konfliktus aktív szakaszban elsorvad, és a megoldási fázisban viszont vissza fog épülni, az epileptoid krízisben pedig ilyen motorikus elváltozás nem igen fog jelentős tünetet okozni az ondóhólyagnak a görcse. Nos, ugye azt mondtam, hogy az ondóválladék mennyiségét a prosztata határozza meg. Itt látjuk a prosztatát, dülmirigy magyarul, ugye, és ez, amit a keresztmetszeti képen is látjuk, egy szelídgesztenye nagyságú, alakú, tömött tapintatú, mirigyes, páratlan mirigy. A húgyhólyag alatt látjuk a helyét, és ebbe érkezik be
az ondó vezetéknek a nyílása, és az ondóhólyag is ide érkezik a váladékával, és prosztata váladékkal együtt alakul ki valójában az ondó váladék, ami ugye a húcsövön keresztül fog távozni. Ne feledjük, hogy látjuk ezen a képen is, meg itt is, hogy a vizelet ürítését szolgáló ugyanazon csövet, ez a dülmirigy vagy prostata körbeveszi. Tehát ezért lesz az, hogyha megduzzad, ha sejtszaporulattal egyre nagyobb lesz a dülmirigy, akkor az állományában futó cső, hát mondjam úgy, hogy egyre szorultabb helyzetbe fog kerülni. A prostatának a vezérlő központja az agytörzsben van, ugyanott, ahol nőknek a mély nyálkahártya a vezérlőközpontja. Csak azért mondom el, hogy lássuk párhuzamosan a dolgokat együtt, és az a központnak az irányítására, ugye a prostatasejtek, ha nem termeltek elegendő váladékot, hát akkor nosza neki, fölszaporodunk. És lám az egyik inger, a még nagyobb mennyiségű prostata váladék előállítására pontosan az, hogy még több, még nagyobb mennyiségű ondó váladékot szeretnék előállítani, mert a pornófilmeken úgy néz ki, hogy pedig hát azok tudni kéne, hogy ezeket a filmeket nem folyamatosan veszik fel, hanem összevágják pillanatokból, és az, amit ottan bemutatnak, az nem is ondóváladék, csak annak kinéző valamilyen folyadék. Igen, azt elfelejtettem említeni, hogy ezt egy neves egyetem egyetemistái között mérték fel. Jaj, hogy aha. Az a populáció, akit ez a mennyiségkérdés érdekelt, ez a 18-24 éves generáció volt. Pontosan azért akarták ezt megnézni, hogy... milyen hatással van a szexuális teljesítmény például az önértékelésre? Milyen hatással van a szexuális teljesítmény a figyelemre? Tehát ez egy nagyon komplex megfigyelés volt, és nagyon komoly összefüggéseket fedeztek fel és bizonyítottak be, amit szerintem teljesen köztudomású volt, hogy a nemi életünk befolyásolja életünk minden egyéb másik területét, hiszen az rendben van. Ha itt rendben vagyunk nőként és férfiként, akkor könnyebben veszük az akadályokat. Bocsánat. De nagyon-nagyon jó volt a megjegyzésed, köszönöm, Réka. És lám, hogy a prostatának a fő, a prostata felszaporodásának a fő ingere az a vágy, hogy én bizonyítsam a férfiasságomat. És ennek N plusz egy története van, ezeket is mindjárt kivetítem, türelem. Csak nézzük, hogy mi történik konfliktus aktív szakaszban. Fájdalmatlanul elkezd a prostata szaporodni. És hogyha ez nem áll le, tehát ez egy folyamatos, meg nem oldott konfliktus, mindennapi történet, akkor kérem szépen a prostata oly annyira meg tud duzzadni, hogy a vizeletürítés nehéz lesz. Tehát ez az ember ott áll a közvécében, mellettem már hárman pisiltek, és neki még el se indult a vizelete. Nyilvánvaló küszködik, és a hólyagizomzat erővel próbálja kipriccolni, tehát kipréselni a vizeletet a hólyagból, és ennek azért ugye meg lesznek a következményei. Ha megoldódik a konfliktus, hát uraim, akkor jön az a kellemetlen érzés, mintha egy parazsat dugtak volna föl a fenekünkbe, mert égő érzéssel a prostata elkezdi a gyulladásos folyamatok közepette a felesleges sejteket lebontani. Nyilvánvaló, hogy a környéki kismedencei nyirokcsomók is meg lesznek duzzadva. Ez nem egy kellemes állapot. De ha itt elmegyünk az urológushoz, és antibiotikumokkal leállítják a gyulladásos folyamatot, vagyis a gyógyulást, akkor ott marad a prostata duzzanat, és onnantól kezdve egy állandó kliense leszünk az urológusnak, mert nem tud lebomlani, és akkor
Majd jönnek olyan ötletekkel, hogy ebbe az egészbe, fel a hólyagig egy katétert betesznek. Én szerintem egy 40 éves férfi ember még nem igazán érzi jól magát azzal, ha a hímveszőjén keresztül, egy csövön keresztül érkezik a vizelet. És az epileptoid krízisben nyilván összehúzódnak azok az izmok, amelyek amúgy is összehúzódnak, amikor megtörténik az ondóválladék kilövelése. Ez egy görcsös állapot, és utána még mindig jön a hegesedési fázis, aminek következtében nyilván ez a prostata szövet már nem lesz olyan, mint amilyen volt a program elején. És láthatjuk itt a prostatának, a sejtszaporulatának a kétféle megítélését. Mert az urológia azt mondja, hogy ha közel van az húgycsőhöz, akkor az a jó indulatú. Ha meg kint a szélén van, az a rossz indulatú. Tehát, hogyha a szélen nyilván jobban tapintható, mint az, ami beljebb van, és amit látjuk, ez egy elmeszesedett góc. Most, ha valakinek van ilyen programja, hogy elindítja a férfiasság bizonyítását, majd leállítja, és már nincs benne elegendő mikroorganizmus, gomba, baktérium, hogy ezt lebontsa, akkor el fog messzesedni az a bizonyos csomó, és ezt hát sokféleképpen lehet értékelni. Ugye, ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes, és ha akarom, azt mondom, hogy daganat, ha akarom, azt mondom, hogy ez egy régi történetnek az emlékműve. Nem mindegy, hogy mit mondunk rá. Mert hogyha megteremtik azt a félelmet, amivel ezt az egészet, amivel utána a férfit teljes mértékben, hát mondjam azt, hogy lehet manipulálni, akkor onnantól kezdve ez a történet mindenképpen a prostata eltávolításával fog végződni, és mint mondtam, ez a műtét ez nem mellékhatások nélküli. Ez kihat majd az erekcióra, az erekció hiánya pedig kihat a férfi önbecsülésére, ez pedig a derekára. Tehát jó lenne ezt az egészet átnézni, hogy de miért van az, hogy a férfi ember bizonyítani akarja a férfiasságát. A szexuális aktivitás ideje alatt természetesen, hogy ez egy alapvető kérdés, hogy hogyan működik ő férfiként. Itt azt hiszem, hogy a hölgyeknek a visszajelzései nagyon befolyásolják azt, hogy egy férfi mit gondol magáról. És ha egy hölgy csak legyint a mutatványra, akkor ez már egy olyan ingert fog elindítani, vagy egy olyan bizonyítási kényszer, ami prostata megnagyobbodásához fog vezetni. És ugye a képzeletben lefuttatott történetek, és itt elegendő, hogyha akkor a pornográf filmekre utalnék. És még egyszer, amit elhangzott, nem a mennyiség számít, hanem a minőség. És az impotenciáról, a frigiditásról és orgazmusról szóló webkonferencia anyagban azért kiemeltük, hogy az orgazmus az egy biológiai történet, amihez egyéb érzések, ha társulnak, akkor egészen biztos, hogy tökéletes élményben lesz részünk. Aztán vannak ocsmány genitális konfliktusok, mert mondjuk lelép a partnerem egy tőlem fiatalabb sráccal. És aztán még be is mondja, hogy amúgy se voltál jó. Igen, így búcsúzik a nő. Na hát akkor ez természetes, hogy a prostatának a túlszaporodását el fogja indítani ennél az úriembernél. Aztán, ha a felesége vagy partnerére valaki szemet vetett, vagy gyanúsan viselkedik, itt rengeteg félreértésre kerülhet sor. Ismerek egy olyan történetet, hogy egy úriember azért indított el prostata szaporulatot, mert hát a felesége minden reggel elment a hetes misére gyóni. És hát gyanúsá vált neki. Mert miért kell neki minden reggel bent ülni a gyóntató székben egy fél órát? Szóval nyilvánvaló, hogy ezek a viselkedések, ezek mindig problémát fognak okozni. Aztán vannak itt olyan történetek például, hogy leszbikus lányoktól nem lehet unokám. Ismerős ez, hölgyeim, hogy már nagyon szeretnék unokát? Vagy fiam képtelen gyermeket nemzeni, mert túl van a kemoterápián.
Nos, Ezek szerint a férfiak is ugyanúgy vágynak arra, hogy nagypapák legyenek? hát persze, hogy vágynak rá. Miért ne vágynának rá? Hát gondolj bele. Ezek az érzések megint csak a prostatának a sejtszaporulatát fogják elindítani. És van itt egy nagyon lényeges kérdés. Milyen a férfi embernek a gondolkodása? Mert ha minden gondolata a szexualitás körül forog, és mondjuk ennek hangot is ad a beszédében. Jaj, tudom, kikre gondolsz. Azokra, akik folyamatosan a aktusabb buzdító szavakat használnak, kötőszóként minden mondatban három ilyen igen. Ezzel B megvan. Igen, B-vel kezdődik, és ezzel fejeződik be a mondat. Észre se veszik, és ez az állandó problémájuk. Na most, az az ember, aki a szexualitásába is beteszi a birtokot, mert ez azért az enyém, mert megszereztem magamnak ezt a nőt. Azért az én gyerekem, mert az én ondomból van. Tehát ez a hozzáállása, teljesen biológiai hozzáállása van a párjához vagy a gyerekéhez. Tehát ezek már itt a birtokként megélt szexuális konfliktusok, ezek szintén a prostatára fognak hatni. És ezért lesz, hogy egy sima birtokháborítás is beindíthatja a prostatának a szaporodását. Mondom, ez megint attól függ, hogy amivel kezdtem, hogy az én megélésem az egyetlen valóság. Az idős embernél viszont a veszteség konfliktus a prostatát érinti, érintheti, nem szeretek feltételes módban fogalmazni, de nyilvánvaló, hogy akkor érinti a prostatát, ha nála is ez a férfiasság téma még aktív szakaszában fő téma volt. Tehát az életének a fő kérdése a férfiasság volt. És volt olyan történetünk, ahol tehát már andropauzás ember jött konzultációra, és annyi volt a prostata megnagyobbodás hátterében, hogy a fia lebukott, mint drogdiller, és 30 év börtönt kapott, és úgy élte meg, hogy elvesztettem a fiamat. Ezt így ki is mondta, emlékszel? Igen. Na, tehát ezek azok a történetek, amelyek a prostatának az értelmes biológiai különprogramját elindítják. Nyilvánvaló, hogy az életenél sokkal színesebb, ezek csak támpontok annak megfejtéséhez, hogy az én történetem melyikhez hasonlít leginkább. El lehet gondolkodni rajta. A húcső és a fityymának is van értelmes biológiai programja, és megint csak a kérdés az, hogy a szexuális aktus alatt milyen konfliktust éltünk meg. Mert ha én azt élem meg, hogy ez a nő most az enyém, tehát birtok kijelölési konfliktusként élem meg az egész szexualitást, és az aktus közben teszem azt, megzavartak, csörgött a telefon, félbe kellett hagyni. Megjött a férj. Megjött a férj. Kabaré jelenetek tipikus esete. Igen, na itt van az, hogy a megoldási szakaszban, a visszaépítésnél a gonoreja alakul ki. És milyen érdekes, hogyha meg területkijelölési konfliktusról van szó, a legsúlyosabb területkijelölési konfliktus a húcsőnek a nyálkahártyát érinti, de ott akkor nem a gonoreja lesz az, ami megjelenik. Ha a szexualitásról van szó, akkor a gonoreja jelenik meg. És olvastunk régi könyvekben, ugye 1930-as könyvben, olyat, amikor már akkor feltételezték, hogy mindig az érzelmi megrázkódtatás lesz az, ami eldönti, hogy bennünk levő úgynevezett mikroorganizmusok közül a biológiánk mit fog felhasználni a gyógyulási folyamatban. A fityymára vonatkozó elválasztási konfliktus az, ami a fityma bőrére hat. Ne feledjük, hogy az bőr. Ez a szike, ez itt egy nagyon ijesztő dolog. Hát ez egy, nem véletlenül tettem oda ezt a szikét, hogy
Mert pontosan egy ehhez hasonló félelmet él meg egy gyermek nem szikével, hanem amikor matatják a hímvesszőjét, mert anyuka azt tisztára akarja kimosni, jó, hogy nem akarja kicentrifugázni. Szóval, hölgyeim, a fityma a gyereknél még nem húzható föl a makra. Nem kell erőszakoskodni. Anyám soha nem nyúlt hozzám. Megmostunk vízzel kívülről, ahogy volt, és kész. És amikor eljön az a ivarérett kor, 12-14 éves kor között, majd kibújik az a mak a fityma alól, és akkor majd ráhúzható lesz a fityma a makra. Tehát ezt nem kell erőszakosan csinálni, leválasztani, vizsgálgatni, tisztogatni, mosogatni, mert ez a konfliktus, ez a folyamatos megoldatlan félelem fog elvezetni a fimózishoz, vagyis a fityma szükülethez. Nemrég hallottam egy nagymama mesélte, hogy az unokájának fityma szűkülete van, akkor az egész történet egy egyéb jellegű kérdésből adódott, hiszen a gyereknek a hímvesztője, illetve a belső combjában nagyon csúnya bőr elváltozások voltak, vajon miért? El akart választódni attól a kéztől, aki oda nyúl. Hát erről van szó. Ő magának sem akarja ezt csinálni, tehát anyuka megmutatta neki, hogy mit kellene ezzel a testrésszel csinálni, és a kisfiú az teljesen elidegenedett ettől a témától, és képzeljük el, hogy ezzel a fityma szűkülettel a szülők elvitték urológushoz? Többször orvoshoz, és hát ott aztán teljesen bepánikolt a kisrác attól, hogy egy idegen bácsi mutatja a fütyijét. Hát persze. Bocsánat. Hát így van. Ezt el kellett mondanom. Ez így van, tehát ilyen konfliktus a gyermek is megél konfliktusokat, és nagyon, de nagyon keményen, tehát erre oda kellene figyelni. Nyilvánvaló, ha vállási okokból a fitymát, hogy mondjam, idejekorán eltávolítják, hogy milyen módszerrel, azt most nem részletezném. Ugye az egy másik kérdés, és hogy ezek a fiatalok hogyan fogják megélni a szexuális életüket, az meg egy harmadik kérdés, de ez nem a mai napnak a témája. Na, mi van akkor, ha nem oldjuk meg a konfliktusunkat? Mint mondtam, a prostata túltengése az meg lesz, a heredeg, a daganat vagy teratoma az nőni fog, de a heresorvadás is egyre fokozottabb lesz, ha a konfliktus mögött ott van az én önleértékelésem, az én lelkismeret furdalásom, hogy nem tettem meg mindent, hogy a szeretett kutyám ne dögöljön meg, vagy a gyerekemre nem vigyáztam eléggé, és ezért ütött el az autó, vagy ilyen történetek. Tehát heresorvadás az egy veszteségkonfliktus plusz leértékelés. Igen, igen. Míg a, bocsánat, ha szabad, egyáltalán létezik-e olyan, hogy sima veszteség, igen, amiben preponderáns a veszteség élmény, igen, ott pedig teratoma. Ott pedig teratoma alakul ki. Valószínű, hogy ezt a kettőt szövettanilag lehet szétszedni. Én szerintem egy férfi ember egy veszteség konfliktusban mindig beleteszi azt is, hogy azt keresjük, ha valaki elveszett, hogy de mit nem tettem meg? Mit csináltam rosszul, hogy ez bekövetkezett? Nem mit szoktunk gondolkodni? Nagyjából igen. Nagyjából igen, és ez viszont elindítja a heresorvadást. Tehát nem lesz megfelelő hormontermelés, és ez pedig kifoghatni másodlagosan az ondósejt termelésre. Ugye a véres ondóról szóltam, a hólyagfal ulcerációja konfliktus aktív szakaszban megjelenik a véres ondó. Függő gyógyulás, mint mondtam, egy állandó gyulladást fog fenntartani, krónikus prostatitis, ugye? És ugyanakkor a prostata sorvadását, nyilvánvaló a spermaszám csökkenését és meddőséget fog okozni. A policiklikus lefolyás, ugye ez azért van, hogy ne legyen unalmas, mindig elmúlik, meg visszajön, elmúlik, meg visszajön, tehát krónikus lefolyású gyulladások mind a here, mind a prostata szintjén. És eljutottunk akkor a legmagasabb szintű vezérlésig, az agykéreghez, és ugye a heréknek nem csak a heréknek a működését, hanem a szexuális viselkedést is a kéri központ befolyásolja. Megint látjuk azt a képet, ami a birtokzónákat hozza be, és itt most csak a két erre ható relével foglalkozunk.
ugye baloldalt van a szexuális konfliktusnak a reléje, ami hölgyeknél a meg nem termékenyítettség konfliktusát is magába foglalja, és ehhez a reléhez kötött az ondóhólyag nyálkahártyája is, nem csak a mészáj nyálkahártyája. Jobb oldalt a birtokvesztés konfliktusnak van a reléje, és ugye, mint említettem, hányszor éljük meg, illetve hát természet és hozzáállás kérdése, hogy a szexualitásba mekkora birtokviszonyt viszünk bele. Mert hogyha valakinek a felesége lépett le, esetleg mire hazament a férj, a házat ki is rámolta, akkor valószínű, mert ugye mindenki számára az egyetlen valóság az ő megélése, de valószínű, hogy a bosszankodáson túl megéli azt, hogy minden elveszett. Azt, hogy lelépett, ház üres, stb. Gyerekek nincsenek. Gyerekek nincsenek, és ez egy hatalmas veszteség konfliktus, aminek szexuális jellege is van. Tehát nem vagy tiszták az érzelmeink, és egyetlen konfliktusban nem csak egyetlen biológiai programot indítunk el, kérdés, hogy hány vetületét éljük meg ugyanannak a történetnek. És ez lesz az a két relé, amivel a továbbiakban foglalkozunk. Ugye a konstelláció azt jelenti, hogy a mindkét oldalt kialakul, vagyis megtörténik egy-egy konfliktus becsapódása, és innentől kezdve a két konfliktus, meg nem oldott konfliktus viselkedés változáshoz fog vezetni. A Hammeri Goals-nak a megjelenését mindig a kezűség az, ami befolyásolja. A jobbkezes férfinak, jobbkezes gyereknek az első szexuális jellegű konfliktusa, és már is ez, hogy matatják neki az urológián meg mindenütt a nemi szervét, ez egy jobbkezes gyereknél a jobboldali férfias birtokzónába fog becsapódni, és ha a jobbkezes gyerekről van szó, akkor ez a gyerek már anyukának a legjobb kisfia lesz, mert rendben tartja a szobáját, és lekerekítettek lesznek a vállai, a lányokkal játszik, mert ugye ő már a férfias birtokzónáját gyakorlatilag ezzel a központtal teljesen lezárta. Van egy friss történetem a Másodfarkas című helyzetre, ugye itt beszélünk a Másodfarkas történetről. Igen. Egy harmadik osztályos fiút az anyukája megszégyenít a többi banda többi társai előtt, mert elmondja nagy hangosan, hogy miért nem engedi játszani, mert a múltkor is, amikor kint voltál, éjszaka bepisiltél. Az osztálytársak aztán kinevetik meg, csúfolják, és teljesen visszahúzódóvá válik ez a kisfiú. Ő addig a banda lelke volt, aki mindenkit igazgatott és irányított, és hát úgymond kicsit banda vezér is volt ebben a fiú klubban. Ez a kisfiú most már nem óhajt a kisfiú, többi kisfiú, kortárs kisfiú jelenlétében még az udvarra se kimenni szünetbe, és a lányokkal játszik. Tessék! És ne feledjük el, hogy ezt a történetet apuka is megcsinálhatja egy kisfiúval, és ez a történet lesz az, ami a gyermeknek, vagy a felnőttnek a lelkét teljesen összetöri. Innentől kezdve ettől az embertől függni fog az úgynevezett másodfarkas, vagyis képes az életét feláldozni érte, és egyszerűen nem tud nemet mondani neki, bármilyen utasítást ad neki, ez a gyermek, vagy már fiatal felnőtt, mindent megtesz annak az embernek, férfi vagy nő, attól függ, hogy kivel kapcsolatban éltelmezt meg, mindent meg fog tenni, amit ez a valaki mond neki. Az állatvilágban ez azt jelenti, hogy a másodfarkas nem vesz részt a faj fenntartásban, csak az alfahím, mert őt legyőzte az alfahím, viszont ha az alfahím
bajba kerül, akkor életét áldozza az alfahímért. Amúgy a csapatban van feladata, mert vigyáz a kicsikre, vigyáz a háttérre, míg ugye a hímek elmennek vadászni, de az érzelmi állapot, a másodfarkas állapot pontosan ezt jelenti. Ez lehet bárki más, tehát nem feltétlenül apuka, egy tekintély személynek kell tekinteni ezt az ember, igen, aki ilyen hatással van a másik emberre. Most így tekintsünk van el attól, hogy hány éves. Most hány éves. Nagyon gyakran ezeket a történeteket kísérik lelki terrorok, tehát azok a mondatok, amik ilyenkor elhangoznak, főleg ha ez egy zsenge gyerekkorban hangzik el, hogy téged nem szeret senki, nem kell ez senkinek, nem vagy jó semmire. Kegyeletből hagylak itt magam mellett, mert amúgy már régen ki kéne dobni alak az utcára, például hallottunk ilyen történeteket. És ez már egy mozgással megélt konfliktus, amit már epilepsziával tud a gyerek reagálni. És vannak olyan szituációk, amikor itt a lelki terrornál nem áll meg a történet, igen, bármennyire is kellemetlen és kényelmetlen ilyen témákról ebben a kellemes esti órában hallani. Ezt nagyon sokszor szexuális abúzusok is történnek, hát visszaélések, akár a kisfiúkkal, kislányokkal, akármilyen közeget nézünk, tehát ez nem egy valakivel megtörtént történet, nagyon sok magyar családban vannak ilyenek. Nyilván bizony, ezek tabuk és titkok. És titkok. És nagyon sokszor nem is beszélünk erről felnőtt korban sem szívesen. Nagyon sok ilyen történet van családon belül, családon kívül, intézményes közegekben, bárhol. Így van. Ezt nagyon szépen összefoglaltad, és mindenki elgondolkodhat rajta, hogy milyen történetek vannak itt. A legmocskosabb fantáziát is szabad ilyenkor elővenni. Tehát ez a férfi vagy gyerek pszichikailag kasztrált lesz. Ezt jelenti az, hogy lelkileg össze lesz törve. Igen, ez magyarázza azt, hogy nagyon sokszor pontosan azért maradhat ez a történet titokba, igen, akár szexuális zaklatásról, akár lelki terrorról beszélünk, mert nem mer megnyilvánulni a személy. Van erről egy áldozat figyelő terület, például a pszichológián belül, hogy miért nem mennek el akkor, amikor lehetőség van, igen, erre. Miért tűrnek 30 éven keresztül nők szexuális zaklatást vagy tetlegességet? Pontosan emiatt. Pontosan emiatt. És ugyanezt egy gyerekkel is, tehát fiúgyerekkel is, ha ezt megcsinálják, ugyanúgy fog rá reagálni. Csak egyetlen egy gondolat, és tényleg kilépek ebből a témából, hogyha a környezetünkben van olyan ember, akinek a viselkedése úgymond nem normális, túlzottan kötődik valakihez, vagy nem mer valakinek nemet mondani, netán anyagi, lelki vagy természetbeli juttatásokat kap, vagy vár ettől az embertől, bármennyire is irreálisnak tűnik a kötődés, az nagyon szoros, akár nagyon erős szeretethez hasonló érzéssel, tehát ez néha ilyen irányt is mutat, vagy olyan irányba is elmehet, hogy rettegés és félelem tölti el, mert 8-ra haza kell mennem, mert azt fogja mondani, hogy valakivel csalom. Igen. Például ezekben a történetekben legyünk nagyon óvatosak, próbáljunk meg szakszerű segítséget nyújtani, és nem elmenni mellette. Egy picit szeretném érzékenyíteni a hallgatóságot arra, hogy vegyük észre ne csak a saját konfliktusainkat, hanem vegyük észre, hogy a környezetünkben is rengeteg ilyen esemény van. Bizony. Ha ismerjük a germán gyógytudományt, és leülünk egy sétáló utcában egy padra, egyszerűen az emberek mozgásából, arckifejezéséből, fizikai alakjából már tudjuk, hogy milyen konfliktusokon mentek keresztül. A balkezes kisfiú is a saját nemében éli meg az első ilyen konfliktust,
De ő nem a férfias, hanem a nőies birtokzónába fogja ezt Hammeri gócként, becsapódásként megélni, mert ugye a lóugrás, ahogy Hammer doktor nevezte ezt a biológiai törvényt, mert ugye nagyon szeretett sakkozni, és ezért nevezte lóugrásnak, tehát a fiúknál, a balkezes fiúknál a női birtokzónába való becsapódással mi is történik? Lezáródik a női oldal, és még intenzívebben jelentkezik a férfias viselkedés, vagyis ez a mániás viselkedés, ez az extravertált viselkedés, ami egy macsó homoszexuális viselkedésnek írja le Hammer doktor, mert ugye ez a történet azt a látszatot kelti, mintha ő lenne az alfa hím a csapatban, holott ő már érzelmileg, pszichikailag már kasztrált. A második konfliktus becsapódásakor kialakul az az úgynevezett konstelláció, vagyis skizofrén állapot. Nyilván, hogy mindig a szabad helyre tud becsapódni a második konfliktus, és ha a második konfliktus megjelent és becsapódott, akkor már a mérleg szabály fogja eldönteni, hogy hogyan fog az illető milyen hangulatban fog viselkedni. A lényeg az, hogy a második konfliktusnak a becsapódásakor leáll a konfliktus tömege az első konfliktusnak. Tehát ez már tovább nem növekszik. Viszont leáll az érzelmi fejlődés is, és innentől már a balkezes férfi embernek is lekerekített lesz a válla, a jobbkezesnek már az első konfliktus után, a balkezesnek a második konfliktus becsapódása után lesz lekerekített a válla, és mondom, nagyon lényeges, leáll az érzelmi fejlődés. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog elvégezni bármilyen egyetemet. Sőt, nagyon sokszor az érzelmi fejlődés az leáll, viszont a numerikus intelligencia, tehát az intelligencia, amit mi olyan nagyra tartunk az iskolában, illetve a tudományok szintjén igen, tekintett intelligencia, az nagyon magas. Ezért vannak olyan nagyon sokszor felső vezetők, akik nagyon magas IQ szinten rendelkeznek, olyan a gyermetek megnyilvánulásai, mint az érzelmi fejlődés alatt, kellene érteni a kötődési mintázatokat, hogy hogyan tudok kötődni, hogyan tudok elfogadni, hogyan tudok kérni, hogyan viselkedek konfliktus helyzetbe, igen, dühöngök, csapkodok, őrjöngök esetleg. Felnőtt vagy... embert láttam, hogy odaverte magát a földhöz, mint egy gyermek, igen, amikor dühös volt. Na, itt lehet lemérni, hogy az érzelmi intelligenciája milyen szinten vagy van. Mindenben például a magamra hagyottságomat veszem észre, tehát párom lemegy a közértbe, és nem szól, és én már rögtön kétségbe esek, és visszarangokat húzgálok, hogy mi történt. Úgy újra elhagytak, ez is az érzelmi fejlődésnek az egyik sérülését jelzi. Igen. Belép a mérlegszabály, és ezt mindjárt képekkel is illusztrálom. A hangulatváltozások, hogy a sineknek megfelelően fognak megtörténni. Ne feledjük el, hogy mindig az utolsó konfliktus oldható fel. Nem lehet belemenni a gyerekkori konfliktusba, ezért nem szabad bármilyen konfliktust feloldani. Nagyon lényeges kérdésekről van szó, és a hormonális változással megfordul a konfliktusok megoldási sorrendje. Nem csak a hölgyeknél, hanem az uraknál is egyaránt. Na most jön az a kép, amin megértjük a mérlegszabályt. Akár jobbkezes volt valaki, akár balkezes volt valaki, most már mind a két oldalt van neki egy-egy fel nem oldott konfliktusa. És a sinek döntik el azt, hogy a viselkedése milyen lesz. Amikor a második konfliktusa kerül sinre a jobbkezesnek, ugye, mert neki először ide csapódott be, jobbra majd a második ide, akkor nyilván a viselkedése megint férfias lesz, a kisfiú megint kisfiú lesz. Megint bandázik, megint nem tartja rendbe a szobáját, és megint az a fontos neki, hogy a csapattal legyen.
Amikor viszont az első konfliktusra kerül Shinre, akkor megint magába zárkózott lesz, anyucinak legjobb kisfia lesz, és mosogat, törölget, ha kell, kézi munkál is. A balkezesek viselkedése is ugyanígy billeg, még a második konfliktus becsapódása után. Tehát itt a hangulatváltozás még mind a két esetben ugyanaz. Az Casanova konstellációról beszélünk akkor, ha ezeknek a konfliktusoknak volt szexuális jellege is. Hammer doktor könyvéből idézem ezt, hogy a jobbkezes férfi úgy érzi, hogy nem oldotta meg a konfliktusát, és ezért a végbél orgazmusa megmarad. Amikor az első konfliktus becsapódik a jobbkezes férfinél, itt látjuk a jobb oldali képen, ugye nyitva marad a baloldali birtokzóna, és a végbél relé ide tartozik. A maknak az érzékenyítése viszont a jobb oldali relében. Nyilvánvaló, hogy őnála a végbél lesz az, ami hát ingerelhető, ha egyáltalán ilyen szóba kerül. A nemi szerve, tehát a hímveszője, merevedése és érzékenyítése az viszont nem lesz megfelelő. Ezért lesz ennek a impotencia quaeundinak a kialakulása. Amikor pedig a másik oldalra csapódik be a konfliktus, vagy kezdjük azzal, hogy egy balkezes embernek az első konfliktusa ide csapódik, amint említettem, úgy viselkedik, mint egy alfahím, legalábbis, de az ő viselkedése gyakorlatilag egy macsó homoszexuális viselkedés. És ha mindkét oldalon megvan ez a konfliktusa, akkor a Casanova konstellációról beszélünk, és a Casanova konstellációban a viselkedése az illetőnek attól függ, hogy mikor milyen sínre kerül. Amikor a baloldali relé kerül sínre, és a viselkedése mániás lesz, akkor neki minden napra egy másik nő szükséges, de soha nem jut el a csúcsig, és ezért a nő a hibás természetes. Tehát ezek azok, akik... Neki ennél magasabbak az igényei. Igen, és gyűjti a tapasztalatokat. Amikor a Casanova depresszív lesz, akkor egy nagyon jó családapa lesz, mert magába forduló, gondoskodó, és a szexualitással nem foglalkozó férfi emberré válik. A impotenciát, mint mondtam, befolyásolja az is, hogy a jobboldali relében, ami egy nagyon összetett relé, tehát nem csak a szívkoszorú ereknek a reléi találhatók itt, itt van a maknak a reléje is, és ezen a metszeti képen, ha megnézzük az agyat, akkor ebben a két, erről a két központról beszélek, ez a hosszanti metszet, ez pedig a keresztmetszeti képe ugyanannak a két relének. És az ősszájnyálkahártya séma szerint érzékenyített a maknyálkahártyája, tehát a konfliktus megélésében már a mag érzékeny lesz. Ezért is lesz képtelen egy közösülésre, mert fájdalmas a magnak az érintése is. A következményes önleértékelés, hogy ő arra képtelen, már a medencecsontbontását is elindítja, ha pedig még ettől szarul érzi magát, akkor még egy vastagbélprogramot is elindít. Szóval akkor már ott sem lesz jó semmire sem. Nagyon összetett a kérdés, és ezért próbálom ezt ennyire részleteiben taglalni. De az élet nem ilyen egyszerű, mert jön a harmadik konfliktusunk is, birtokzónás konfliktus, én csak a birtokzónákról beszélek most, semmi másról. És itt megint a kezesség dönti el, hogy ki hogyan fog reagálni. A jobbkezes férfi, ha mániás volt éppenséggel,
Tehát teszem azt, ha Casanova volt, és jön a harmadik konfliktus, akkor ez Casanova marad, mert ez lesz a súlyozottabb oldala. Tehát mániás Casanova. Ha a jobbkezes férfi a harmadik konfliktust éppen a depresszív szakaszában kapja, akkor ő továbbra is Casanova lesz, de depresszív, tehát otthon ül. Ha viszont balkezes a férfi, akkor a konflikt, akkor hol mániás, hol depresszív lesz a viselkedése, amint ezen a másik két rajzon látjuk. Ne feledjük, hogy már a birtok konfliktusok taglalásánál ezt a témát kifejtettem, ugyanakkor az impotencia, frigiditásról szóló webkonferencia anyagban is. A hormonális állapot az, ami mindent megváltoztat, és mindent a feje tetejére állít, mert ugyanis, amikor megtörténik a férfinál is a hormonális állapotváltozás, akkor megváltozik a konfliktusok megoldási sorrendje. És az első, a gyerekkori konfliktusok kerülnek megoldás alá. Épp úgy, mint a hölgyeknél. És a megoldás, ugye, azt a férfi egy régi konfliktusát, gyerekkori konfliktusát most női lelkülettel éli meg. Értjük? És ezért van az, hogy a hormonális státusz a konfliktus megélését határozza meg. Azt, ahogyan hozzáállunk ehhez a konfliktushoz. Ez nem ugyanaz, mint a szexuális relibe történt becsapódás miatt létrejött viselkedésváltozás. Itt a hormonális változás azt jelenti, hogy a balkezes férfiból úgymond balkezes nő lesz, a jobbkezes férfiból meg jobbkezes nő lesz a magatartás, a megoldások, a megélések terén. Tehát ezt úgy kell értelmeznünk, csak hogy igen. Lásd, hogy én értem-e. Igen. Hogyha egy olyan apám volt, aki az andropauza, tehát a váltókor előtt egy kapitány, egy mindenkit dirigáló, és mindenkit különböző feladatban, csatasorba állító, igen. Kicsit agresszív viselkedés volt. Leosztotta az észt a feladatot. Akkor váltókor után megszelidül? Teljesen megszelidül, viszont a nagymama lesz az, akinek a viselkedése férfias lesz. És ezért mondom, hogy a kapitány a családban mindig a nagymama. De ezt a viselkedésváltozást meg lehet figyelni a sétatéren, ha megnézzük, hogy az idős párok hogyan sétálnak. Az idős pároknál azt veszük észre, hogy az öreg ember karol bele a nagymamába, és a nagymama az, aki elől megy, és hát, hogy is mondjam, viseli a kalapot. És azt mondjuk, hogy milyen drága jó férj volt a megboldogult Rezső, hát, mert az utolsó éveit milyen drága jó emberként töltötte, minden megváltozott. Igen. Közben kiderül, hogy nem is belső átalakulás, nem, csak hormonális csak változás. Csak hormonális változás. Semmi belső átalakulás, kérdezik. Bocsánat az illúzió rombolásért. Ez van, igen. Na most a férfi viselkedését, ha összefoglaljuk, hogy mi határozza meg szexuálisan, akkor nyilván először is a birtokzónás konfliktusok befolyásolják a szexuális viselkedést, és ahogy mondtad, ez meghatározza, hogy agresszív lesz, vagy depresszív lesz a viselkedése, lesz, vagy nem lesz impotenciája. A veszteség konfliktus meghatározza azt, hogy lesz, vagy nem lesz meddősége és hormonhiánya. Az önleértékelés megint az impotenciára hat, és az önleértékelés a férfi andropauzában is ugye fokozza a hormonhiány. A félgenitális konfliktusok a prostatára hatnak, mert nem feltétlenül szexuális aktusokról volt szó, amikről beszéltem, hanem a szexualitáshoz kötött konfliktusok, azok a félgenitális konfliktusok, hogy imponálni akarok a nőnek, bizonyítani akarom a férfiasságomat, rálegyintettek, ugye, hogy megjelent a rivális, nem kezelik a férfiként a családban, idős emberként, birtokvesztesként okozza a prostata túltengését, tehát idős embernél, mint említettem. Ez egy nagyon lényeges kérdés, és ne feledjük el, hogy a úgymond
hormonális változást, és nem csak az andropauza okozza, hanem gyógyszerek, műtétek, kasztrálás, akár férfiről, akár nőről beszélek. Ugye a kemoterápia, ez mind ezeket a változásokat fogja elindítani az embereknél. Én úgy gondolom, hogy sikerült ma is érzékeltetni, hogy a germán gyógytudomány ismerete az egy alapot ad a megértéshez. Mert elsősorban megértenünk kéne azt, hogy nem a külső tényezők fogják meghatározni, hogy mi történik velünk, tehát érzelmileg, hanem az fogja meghatározni, hogy hány fel nem oldott érzelmi konfliktusunk van. Azok a statisztikai adatok, amelyek arra vonatkoztatnak, hogy kinek milyen az iskolázottsága, a családi állapota, hány kiló, mennyit mozog, dohányzik, nem dohányzik, ezek külső tényezők, amelyeknek semmi köze nincsen az adott esetben valaki betegségéhez. Hány sportos ember jött el, hogy ő igazán odafigyel a táplálkozásra, minden nap mozog, minden, és mégis megbetegedtem. Mert a megoldás az a betegség is belülről indult el, és a megoldás is belülről kéne elinduljon ahhoz, hogy valós gyógyulást érjünk el. Vagyis érzelmileg kéne megoldani mindazt, amit érzelmileg elindítottunk, és akkor igen, akkor ezeket a programokat fel tudjuk egy életre oldani. A konfliktusok halmozása, mint látok, személyiségváltozáshoz, hangulatváltozáshoz fog vezetni. Ha pedig feloldjuk végre a eddig fel nem oldott konfliktusokat, akkor valós megoldásról beszélünk, és ha nem ezt tesszük, akkor hát a következményeket kezelni az egy nagyon jó üzlet. Mindig ki fognak találni valami új fél megoldást, valami új szert, valamit, ami nem arról szól, hogy alapjaiban tegyük helyre magunkat. A germán gyógytudomány rendelkezik a tudományosságnak a minden eszközével és jellemzőjével, mert hogy reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető minden, ami bennünk történik. Tehát nem a statisztika fogja meghatározni, hogy kinek lesz, vagy kinek nem lesz prosztata megnagyobbodása, és még csak a kortól sem függ, uraim, mert ugye olyan rémhírek mennek, hogy az öregség az egyenlő prosztata megnagyobbodása, és volt, aki pont ettől a félelemtől indította el ezt a programot. Semmi, de semmi olyan konfliktusa nem volt, amit felsoroltunk, csupán az a tudat, hogy ha már öreg vagyok, akkor a prosztatámmal baj van. Úgyhogy ezeket a félrevezető információkat félre kéne tenni. És nyilvánvaló, hogy nem a statisztika és az állatkísérlet az, ami meghatározza, hogy velünk mi lesz. Amúgy az állatok konfliktusait az emberre nehéz lenne átvinni, hanem csak is az öt biológiai természettörvényt kellene megértenünk, és ne feledjük, hogy az alapot az embriológia, az egyetfejlődés adja a megértéshez. Ha érzelmileg megoldjuk azt, amit érzelmileg kell megoldani, akkor meggyógyulunk. Ha nem, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan.